polgármester szóban eltávolította a hivatal jegyzőjét, 220 ember irányítás nélkül itt maradt, és az emberek nem mindenki tudja, hogy mit csináljon és mi a jövője. Ezzel a felszólalással kezdődött a márciusi rendes szekszárdi közgyűlés. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, vészhelyzetet okozott a megyei jogú város működésében, hogy Ács Rezső polgármester megpróbálta eltávolítani dr. Gábor Ferenc jegyzőt az állásából. Mindezt táppénz alatt szóban közölték vele. Máté Péter szerint ez a hivatal működését lehetetlenítette el, és ártott a városnak is, mivel, mint fogalmazott, a jegyző kiválóan végezte a munkáját. Én a polgármester úrnál voltam, megkértem, hogy vonja vissza a döntését, ezt nem tette meg, úgyhogy ennek ez a következménye. Tehát ettől kezdve el kell határolódnunk tőle, mert a munkája a városra már kártékonyá vált. Tehát olyan döntéseket hozott, azon kívül az, hogy ezért volt SMS módosításnak is még a lényege, hogy nem küldhet ezután egy megbízással bárkit a város nevébe tárgyalni. Felhatalmazás nélkül embereket küldött Szanna szét a nevébe a város sorsáról tárgyalni. Ezt nem tudja ezután megtenni. Máté Péter javaslatára a képviselők most arról döntöttek, módosítják a szervezeti és működési szabályzatot. Eszerint fontos jogköröket vontak el a polgármestertől, amik a gazdasági, valamint a pénzügyi bizottságok hatáskörébe kerültek. Szekszárdméves közgyűlése olyan hatáskörökbe tud dönteni, ami eddig kizárólagos polgármesteri hatáskör volt, vagy egy adott bizottságnak volt csak, most a kettő bizottságra, a gazdasági a GVB-re, és a pénzügyi bizottságra testáltuk ezeket a hatásköröket, úgyhogy ezután a kettő bizottság közösen fog dönteni, megosztva a feladatokat, a fontos döntésekről, tehát értem alatta a közbeszerzések, meghívások, kifizetések, tehát mind-mind oda fog tartozni a két bizottsághoz, és a két bizottságban egyenlő arányban lesz a két frakció. Az SMS módosítás értelmében a már említett két bizottságból visszahívták a külsős tagokat. Helyettük közgyűlési képviselőket delegálnak 10 napon belül. Emellett döntés született arról is, hogy létszámstoppot rendelnek el a polgármesteri hivatalban. A városházát érintő személyügyi változásokról is határoztak a közgyűlés tagjai. A polgármesteri titkár, valamint a városvezetői adminisztrátori munkaköröket megszüntették. Zaják Rita a képviselő esetében pedig ugyanígy tettek a tanácsnoki státusszal. A közgyűlési döntésekkel kapcsolatban szerettük volna megkérdezni Bomba Gábort, az Éjjel Szekszárd frakció vezetőjét is. Ő viszont nem adott interjút. Szekszárdon várhatóan áprilisban ülnek újra össze a képviselők.